Már közvetlen a nyitást követően sok hallgató barangolt a különböző vállalatok standjai között, hogy megtalálja a számára legjobb munkahelyet. A Debreceni Egyetem őszi állásbőrzéje az egyik legnagyobb az országban, ahol 45 kiállító várta az érdeklődőket. Barta Elek, az intézmény oktatási rektor helyettese elmondta, a program nagyon népszerű a diákok körében. Az egésznapos eseményen minden alkalommal több ezren fordulnak meg, ahol számos szektor képviselteti magát. A bankoktól egészen a honvédségig, nemzetközi multinacionális cégekig, közlekedési, műszaki cégektől, a gyógyszeriparig, tehát nehéz is felsorolni azt a hallatlan bőséget, amelyet az Debreceni Egyetem állásbőrzéi kínálnak. Csont István, a Debreceni Egyetem hallgatói önkormányzatának elnöke hozzátette, a rendezvényen tanácsadók is segítik a diákokat a pályaorientációban. A fiatalok többek között grafológiai és rajzos pszichológiai tesztekkel könnyen feltérképezhették, milyen munka lenne a legmegfelelőbb a személyiségükhöz és képességeikhez. De nem csak a diákoknak, a cégeknek is jó lehetőséget kínált a rendezvény ahhoz, hogy bemutassák tevékenységüket, és magasan képzett szakemberekkel bővítsék munkavállalói körüket. Itt gondoljuk azt, hogy a legrelevánsabb réteget tudunk találkozni, hiszen hogyha fiatalok kerülnek hozzánk, akkor sok esély van arra, hogy itt a karrierlétránkon előrelépkedjenek, és igazából hosszú távon nálunk maradjanak. A pozíciók mellett a hallgatók a különböző ösztöndíjakról és szakmai gyakorlati helyszínekről is tájékozódhattak. Emellett tét nélkül vehettek részt próbaállás interjúkon, és az önéletrajzírást is kipróbálhatták.